Augusztusra készül el a körforgalom, kisebb fennakadást okozott a közműmunkák elvégzése a Németvölgyi úton. Hagyd már abba, az egészséges életmódért kampányol az Egészségfejlesztési Intézet. Csúcson a nyári leárazások, ruházati cikkeket, játékokat, sportszereket lehet olcsóbban vásárolni. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Várhatóan augusztus közepére készül el a Stromfeld-Aurél út, Németvölgyi út, Pagony utca kereszteződésének körforgalommá alakítása. Ez egy-két hetes csúszást jelent a BKK korábbi terveihez képest. A fennakadást a közműmunkák elvégzése okozta. A körforgalom átadásával egy jól járható zöld felülettel és ledes világítással ellátott csomópontot használhatnak az autósok. Nem kell már sokat várni, és ismét zavartalan lesz a közlekedés a 12. kerület egyik forgalmas csomópontjában. Várhatóan augusztus közepére készülhet el a Stromfeld-Aurél út, Németvölgyi út, Pagony utca kereszteződésének körforgalommá alakítása. Az építkezés során problémák merültek fel a közműkiváltás kapcsán, ezért csúszik egy-két hetet a korábban tervezett július 31-i időponthoz képest az átadás, számolt be Herendi Ferencné, a Városfejlesztési Iroda vezető helyettese. Akkor az folyamatosan végzi a munkát. Problémát jelentett a közműkiváltásoknál az elektromos kábelek kiváltásának adminisztratív ügyintézése, illetőleg a lekapcsolási időpontok meghatározása. Úgy néz ki, hogy pillanatnyilag ez sínre került. Várhatóan augusztus közepére történik meg a teljes befejezése a körforgalomnak, hiszen az elektromos kábelek lekapcsolását követően még két forgalomtechnikai ütemben szerkezetépítésre van szükség. Ezeknek a munkálatoknak technológiai időigénye van, amit minden esetben be kell tartani, ezért tolódik el valamelyest az átadás, tette hozzá Herendi Ferencné. A körforgalom építése márciusban kezdődött a fővárosi önkormányzat megbízásából. Az építkezést a Budapesti Közlekedési Központ koordinálja. Az látszik, hogy van egy bontási munka, burkolatépítés, ami egyszerűnek tűnik, de a burkolatépítést megelőzi mindenféle közműkiváltás. Ez jelenthet elektromos kábeleket, távközlési kábeleket, ami a sokféle üzemeltető miatt elég sok megoldást és időbeli ütemezést igényel. Ezen túlmenően ennél a körforgalomnál kiépítésre kerül a locsolóhálózat, a növényzet díszvilágítása, ami mind-mind a burkolatépítést tolja. Jelenleg a Stromfeld-Aurél úton mindkét irányban a már megépült körgyűrűn keresztül halad a forgalom. A Németvölgyi utat egyirányosították a Kis János Altábornagy utcától a Stromfeld-Aurél út irányába. Jelenleg a Pagony utcából ki tudnak hajtani a körforgalomba, és minden irányba át lehet menni, természetesen óvatosan, csökkentett sebességgel a forgalomtechnikai jelzések szerint. A kivitelező ott lévő emberei is segítik a közlekedés lefolyását. A fővárosi beruházás során a korábban ötágú jelzőlámpás csomópontot egy szintén ötágú, egysávos körforgalommá építik át. A ki- és belépő járműveket terelő szigetek választják majd el. Az átépítéssel új zöld felületek jönnek létre, amit öntöző rendszerrel fognak locsolni. A kör közepén található dísznövények ledes megvilágítást kapnak. A körforgalom környezetében átépülnek a kapubehajtók és a járdák is. Egyre több szerelvény jár vezető nélkül. Az M4-es metróvonalon a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt és felügyelt utasforgalmi próbaüzem újabb szakaszába érkezett. Ennek során csökkentik a jármű kísérői jelenlétet. Az utasok számára a legfontosabb változás az, hogy az ajtók zárása és a szerelvények indítása kizárólag automatikusan, emberi beavatkozás nélkül fog történni. Ezért fontos, hogy az ajtók zárását jelző hang- és fényjelzést követően már ne próbáljanak megbeszállni. A tervek szerint szeptembertől fokozatosan teljesen automaták lesznek a szerelvények. Emelkedik a családi adókedvezmény mértéke. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár bejelentette, folyamatosan emelik a két gyermeket nevelők családi adókedvezményét 2019-ig. Ennek első lépéseként 2016. január 1-től havonta 5000 forinttal több maradhat a háztartásoknál. Eddig havonta gyerekenként 10000 forintnyi adókedvezményt kaptak a családok. A cél, hogy 2019-ig ez 40000 forintra emelkedjen.
Hagyd már abba, ez a címe az Egészségfejlesztési Intézet legújabb kampányának. Magyarországon csak a helytelen táplálkozás következtében kialakult betegségekben minden 10 percben meghal valaki. 1.700.000 egészséges életévet vesztünk el évente. A drasztikus számot egy hatalmas installáció mutatja, és egy kis odafigyeléssel bárki csökkentheti a számláló állását. 1.700.000. Ennyi egészséges évet veszít el Magyarország egyetlen év alatt a dohányzás, a helytelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód miatt. Ezt a folyamatot kívánja visszafordítani a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet legújabb kampányával. A Nyugati pályaudvar mellett egy hatalmas visszaszámláló mutatja, hány egészséges évet sikerül visszaszerezni az életmódváltás révén. Nagyon fontos, hogy mi az, amit mi tehetünk az egészségünkért. Úgyhogy a Hagyd már abba kampányt a Facebookon indítottuk el ezzel az installációval. Pici mozgások, pici aktivitások, pici odafigyelések arra, hogy lépcsőn járjunk, vagy hogy szálljunk le egy megállóval hamarabb a munkahelyünk előtt, vagy hogy picit mozgassuk meg magunkat a 8 óra munka közben, vagy akár a 12 óra munka közben egy picit többször. Együnk több zöldséget, gyümölcsöt, több lassan felszívódó, egészségesebb szénhidrátot, mint a finomított cukrot, vagy hogy a dohányzást hogyan csökkentsük, ígyunk egészségesen vizet. Ezekre rá lehet kattintani a Facebook kampányunk során, és ennek hatására csökken a számláló, és érezhetjük egy kicsit, hogy tettünk valamit azért, hogy kevesebb életévet veszítsünk el. Magyarországon csak a dohányzás miatt 21 percenként, a mozgáshiány miatt 35 percenként, az egészségtelen táplálkozás következtében minden 10. percben meghal valaki. A Hagyd már abba kampány során bárki regisztrálhatja az Egészségfejlesztési Intézet honlapján az aznap elvégzett aktivitását, például ha lift helyett a lépcsőt választotta. A kampány szervezői szerint már ilyen apróságok is számítanak az egészség megőrzése érdekében. A számláló leleplezésekor például olyan gyakorlatokat mutattak be, amit bárki elvégezhet, akár munka közben is. A kampányhoz ismert emberek is csatlakoztak. Nekem úgy kezdődött az egészséggel kapcsolatos, vagy az egészséges életmóddal kapcsolatos találkozásom, hogy szülés után túlsúlyos voltam, és változtatnom kellett. És először csak fogyókúrának indult, majd aztán jobban megismertem ezt a sport és hozzá kapcsolódó étrendváltozást, és azt gondolom, hogy megváltoztatta az életem egy gyökeresen. A kampány megnyitóján elvégzett gyakorlatok, az ott elfogyasztott zöldség és gyümölcs már is csökkentette az óraállását. Az Egészségfejlesztési Intézet honlapján is található segítség azoknak, akik nem tudják, hogyan kezdjenek bele az életmódváltásba. Az első lépés mindenképp az elhatározás. Azt hiszem, hogy ez kell egy nagyfokú tudatosság, főleg annak, aki elfoglalt és sokat megy, de azt hiszem, hogy mindennyien elfoglaltok vagyunk, tehát tényleg az a lényeg és az a kulcs mondat, hogy be kell építeni a mindennapokba. Aki teheti, az reggel, aki teheti, az délben vagy este, hogy foglalkozzunk magunkkal, járjunk el sportolni, járjunk el mozogni, járjunk el sétálni akár. És hát az étkezés az pedig egy olyan történet, ami szintén gyakorlatilag az életünk egyik legfontosabb része, de ezt is lehet odafigyeléssel végezni, és le lehet tenni a cigarettát, tehát hogy ezek olyan apróságok, amik évekkel meghosszabbíthatják az életünket. A Nyugati téri installáció augusztus 2-áig lesz látható, de a kampány egészen addig folytatódik, amíg le nem nullázódik az óra. Célirányosan ellenőrzi a tejkereskedelmet a NAV. A tisztességes tejipari szereplők piaci pozíciójának védelme, valamint a költségvetési bevételek biztosítása érdekében fokozottan ellenőrzik az import UHT tejek kereskedelmét. Az elmúlt egy évben a NAV ellenőrzési tapasztalatai mellett számtalan közérdekű bejelentés érkezett az import tejtermékek kiugróan alacsony fogyasztói ára miatt. Az elmúlt 3 évben a tejágazatban lefolytatott csaknem 200 adóellenőrzés megközelítőleg 5,5 milliárd forint adókülönbözetet tárt fel. Javában zajlanak a nyári leárazások az üzletekben. Leginkább ruházati cikkekhez, játékokhoz, nyári sportszerekhez lehet jelentősen olcsóbban hozzájutni ebben az időszakban. Az eladóknak azonban ekkor is szigorú fogyasztóvédelmi szabályzatot kell betartaniuk. A leértékelés júniusban kezdődött, és nyár végéig fog tartani. Leértékelt holmik közt válogatnak a vásárlók ebben a ruhaboltban. Ilyenkor tök jó darabokra lehet találni igazából a leárazáskor. Az üzletek többségében dübörög a nyári leárazás. Akár 50-70%-os kedvezményt ígérő felhívásokkal csábítják be a vásárlókat. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, az időszakos vásárokhoz hasonlóan a nyári leárazásoknak is 3 szakaszuk van. Az első júniusban kezdődik, ezt júliusban követi a második, ami eltart egészen nyár
végéig. Korábban augusztusban tetőzött a hullám, ez azonban a válság és a szoros verseny hatására eltúlódott a korábbi hónapokra. Az üzletek tudatosan készülnek erre az időszakra. Ilyenkor jelentősen megnövekedett forgalomra lehet számítani. A kereskedelem számára két célja van a leárazásoknak. Az egyik megszabadulni a fölös készletektől. Ezzel találkozunk általában az időszak elején, ha esetleg valami tavalyról megmaradt, vagy úgy tűnik a kereskedő számára, hogy a kezdeti időszak után nem úgy megy a forgalma, hogy kellene, azokat már egy nyári vásár kezdeti időszakában is kiárusítják. A másik pedig a vége felé, hogy ami megmarad, attól is megszabaduljanak, és természetesen a másik fő cél, hogy becsalogassák a vásárlót akkor is, amikor nem biztos, hogy annyit vásárolna. Ugyanakkor nem minden vásárló keresi kifejezetten a leértékelt termékeket. Én nem pont a leárazások miatt vásárolok, hanem amikor éppen vagy megtetszik valami, vagy éppen szükségem van rá, tehát nem kifejezetten a leárazásokat nézem. Az árengedmény mértékére nincs külön szabályozás, az üzletek egyénileg dönthetik el, mekkora bevételről hajlandóak lemondani. Szabály nincs, tehát a kereskedő maga dönt arról is, hogy mikor, és arról is, hogy milyen mértékben árazza le a különböző termékeket, sőt arról is, hogy mit von be a leárazott termékek körébe. Teljesen változó, vannak olyan üzletek, ahol 70%, 80%-os táblát is láthatunk, figyelni kell, mert ott van egyébként egy akár vagy x szócska, tehát nem azt jelenti, hogy mindent olyan olcsón adnak. Ugyanakkor vannak olyan üzletek, amelyek csak 20-30%-kal árazzák le a termékeiket. Ez üzletpolitika kérdése, és nyilván függ attól is, hogy milyen széles termékkört vonnak be. Vámos György hangsúlyozta, az üzleteknek a leárazások időszakában is szigorú fogyasztóvédelmi szabályokat kell betartaniuk. Természetesen a fogyasztóvédelmi szabályok szigorúak, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy kitalálok egy árat, áthúzom, és akkor azt mondom, hogy így indítom a nyári vásárt. Az sem szabályos, ha valaki kiírja, hogy leárazott terméket nem cserél. Ez a fogyasztóvédelmi jogszabályok szigorúan előírják, hogy a leárazás az nem jelenti azt, hogy a minőségi kifogásokkal ne lehessen élni. Egy kivétel van, hogyha a leárazás oka valamilyen minőségi hiba. A vásárlói vélemények eltérőek. Vannak, akik készülnek erre az időszakra, mások nem követik figyelemmel a leértékeléseket. Ugyanakkor, ha valaki nem csábul el szükségtelen, de olcsó termékek iránt, akkor jelentős összeget spórolhat a teljes árhoz képest. Minden második kutya halálát daganatos megbetegedés okozza. Ahogy az embereknél, úgy a kutyáknál is előfordulhatnak bőr, hasnyálmirigy, emlő, bél vagy májdaganatok. A rákot okozhatja rossz minőségű táp, a környezetszennyezés, de a cigarettázó gazdi is megnövekedett kockázatot jelent. Fontos, hogy a kutya is jó minőségű táplálékot kapjon, mert egyes tápok rákkeltő anyagokat tartalmazhatnak. Érdemes évente szűrésre vinni az állatot. Ha megtörtént a baj, a gyógyítás hasonlóan zajlik, mint az embereknél. Adásunkat az interneten is követhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!